engedjék meg, hogy talán szokatlan módon mondani valómat a Vidékfejlesztési Minisztérium június 4-én kiadott a Magyar Föld Megtartása című közleményéből idézve kezdjem. A közlemény így kezdődik. A politikai haszonlesők akciói alkalmat adnak az agrártárcának arra, hogy hitelesen és valósághűen tájékoztassa a magyar társadalmat az új földtörvény tervezetéről. A hangos kisebbség, Hallani? A hangos kisebbség szakmai érveket nélkülöző támadásaival méltánytalanul félrevezeti az ország népét. Magyarország kormánya szilárd elkötelezettségével védi a magyar nemzet érdekeit. Eddig az idézet. Nos, nem lehetek benne egészen biztos, hogy a minisztérium kitértett hangos kisebbség és politikai haszonlesők alatt. De remélem, hogy nem azokat, akik most itt felszólalnak, és az esőben itt állnak, és remélem, hogy nem azokat, akik az elmúlt év során sokszor, sok helyen felszólaltak a földtörvény tervezet ellen, mert az országra nézve károsnak tartották. Nagyon kérem a minisztériumot és mindenkit, vegye észre, hogy itt most nem azok állnak az esőben, és nem azok beszélnek, akik kiszaladgálnak külföldre, hogy kígyót, békát kiabáljanak a kormányra, és mocskolják az országot mindenki előtt, akinek a támogatását remélik a saját hazájuk ellen. Azok vagyunk, magyarok vagyunk, akiket érdekel a saját hazánk sorsa, és megszólalunk. Ez nem politikai haszonlesés. Nagyon sokat hallunk a demokráciáról. Egyfolytában a demokráciáról hallunk. Nos, aki a demokrácia történetét ismeri, az nagyon jól tudja, hogy egy valódi demokráciában az állampolgárnak joga és kötelessége a választott hatalom tevékenységét figyelemmel kísérni, és azt megbírálni, ha úgy érzi, hogy a választott hatalom nem az ő érdekeit képviseli. Ez demokráciában az állampolgár joga és kötelessége. Aki szereti a hazáját, aki magyar, felelősségteljes magyar állampolgár, annak joga és kötelessége, hogy megbíráljon bármilyen törvényt, ha úgy gondolja, hogy ez a magyarság érdekeit nem szolgálja. Hogyha most itt állunk az esőben, valamennyien, az nem azért van, mert politikai haszonlesők vagyunk, hanem azért, mert szeretnénk, hogyha a földtörvény a magyar érdeket szolgálná. Nagyon sok szó esett eddig a törvény szakmai hibáiról, kifogásairól. Hallani olyan véleményt is, olyan ellenérvet, amelyik azt mondja, hogy aki ezt a törvényt kritizálja, bírálja, az a balliberális ellenzék malmára hajtja a vizet. Nos, ez nagyon furcsa, mert nem emlékszem rá, hogy az ellenzék különösebben érdemben kritizálta volna ezt a földtörvényt, vagy felszólalt volna a külföldiek földszerzése ellen. Éppen ellenkezőleg. Aki nem hiszi, gondoljon vissza a 2012. decemberi parlamenti szavazásra, amikor úgy emlékszem, a kormányzó pártok és az MSZP teljes egységben szavazott. Nos, még egy dolgot eszembe juttatott azért ez a kritika, és visszamegyek 20 évet. Amikor 1991-92-ben néhányan csendesen bíráltuk az Antal kormány privatizációs politikáját, a külföldnek való tömeges kiárusítást és egyéb anomáliákat, akkor volt, aki azt mondta, aki ezt a kormányt bírálja, az a balliberális ellenzék malmára hajtja a vizet. Ezért aztán nem is szóltunk nyilvánosan, és most meg lehet nézni az eredményt. Az ipar és a szolgáltatási szektor a bankrendszer szinte kizárólagos külföldi dominanciája, az ország általános elszegényedése, tömeges kivándorlás, gyarmati sors. Ezek után rátérnék magára a földtörvényre, de nem a szakmai részletekre, mert az mások szakemberek helyettem már nagyon sokszor és sok helyen elmondták. Amiről én beszélni szeretnék nagyon röviden az az, hogy ha ezt a földtörvényt elfogadják a jelenlegi formájában, az miért lesz végzetes hatással az ország gazdasági életére és politikai életére is. A törvénynek két
két szempontból van katasztrofális hatása a magyar jövőre. Az egyik a nagybirtokrendszer megszilárdítása, ami garantálja, hogy az ország nem a gyarapodás, hanem a nyomor és az elnéptelenedés a gyarmati sors útján ragad. A másik a külföldiek földvásárlásának lehetővé tétele, ami garantálja a magyar föld külföldi kézre kerülését és az ország teljes alávetettségét, végső soron szuverenitásának elvesztését. Nézzük előbb a birtokszerkezet kérdését. A birtokszerkezet nem csupán mezőgazdasági kérdés. Meghatározza az ország termelési és társadalmi szerkezetét és a magyar lakosság megmaradásának az esélyét. Számos hazai és nemzetközi tanulmány hasonlította össze a kis családi gazdaságok vagy a latifundiumok által dominált országok gazdasági fejlődését. Higgyék el, maga az IMF is azt taglalja egy 2011-es tanulmányában, hogy a kis családi gazdaságokra épülő vidékszerkezet magasabb általános jólétet, gyarapodást, mi több, magasabb fokú demokráciát eredményez. Nemzetközi kutatások világítanak rá, hogy azok az országok, ahol egy szűk réteg birtokolja a földet és a javakat, azok elkerülhetetlenül elszegényednek és lemaradnak. A nálunk kialakult és tervezett nagybirtokrendszer veszélyezteti a hazai élelmiszerbiztonságot és nyomorba dönti az országot. A lakosság tömeges elszegényedéséhez, elvándorlásához, az ország kiüresedéséhez és elnyomorodásához vezet. Ezt már megéltük néhányszor a magyar történelem évszázadaiban, ezért is vagyunk elszegényedett, lecsúszott ország. És ha azt gondoljuk, hogy ennél rosszabb már nem is történhet az országgal, hát mégis. Amennyiben a föld külföldi kézbe kerül, már majdnem mindegy lesz, hogy milyen a földtörvény. A parlamentben tárgyalt földtörvényjavaslat kész tényként kezeli az EU-s állampolgárok szabad földvásárlását. A magyarokéval azonos feltételekkel. Minden retorika ellenére világosan kell látnunk, hogy a benyújtott földtörvény tervezett rendelkezései nem védik meg a magyar földet. Vannak olyanok, akik beépített feltételrendszerről beszélnek, amelyet külföldiek nem fognak tudni teljesíteni, ez azonban nem elégséges, nem is beszélve arról, hogy minden ilyen feltétel kijátszható. Különösen olyan országban, ahol a törvény betűje sem védte meg a földet a zsebszerződésektől, amelyek illegálisak, mindenki tud róluk, és a mai napig nem számolták fel ezeket. A magyar föld ára töredéke a nyugat-európainak. A törvény egyforma jogokat biztosít az uniós és a magyar állampolgároknak, egy dologban azonban nem lesz egyforma a két vásárló helyzete. A külföldieknek sokkal erősebb a tőke helyzete, a vásárló ereje, mint az átlagos magyar polgárnak. Nem nehéz belátni, hogy a földmoratórium megszűnte után tömeges külföldi földvásárlásokra kerülne sor, és ennek árnyékát elővetítik a gyalázatos zsebszerződések. Már most is 10 000 hektárok vannak külföldi kézen, súlyos következményekkel az érintett vidékekre és lakosságukra. Ugyanaz történne a mezőgazdaságban, ami az iparban és a bankrendszerben történt. Akár uniós, akár nem. A külföldi tulajdonos érdeke nem azonos a hazaiéval. A külföldi tulajdonosok nyereségük nagy részét hazautalják, tehát hiába termelnek nálunk, a haszon és a tőke nem itt halmozódik fel. Ez az egyik oka annak, hogy a gazdaság ilyen rossz helyzetben van. A külföldi tulajdonos eldönti, hogy milyen termelést folytat, és ebben nem köteles figyelembe venni a befogadó ország szükségleteit. Olyan exportra termelő monokultúrák jöhetnek létre, aminek eredményeképpen végleg élelmiszerimportból kell majd kielégítenünk szükségleteinket, még a jelenhez képest is kiszolgáltatottabbá és eladósodottabbá téve magunkat. Veszélybe kerülhet élelmiszerbiztonságunk is. Ha valahol élelmiszerválság lesz, a külföldi tulajdonos nem a magyar lakosságra gondol először, hanem teljesen logikusan és észszerűen a saját országa érdekeire, vagy az exporttal szerezhető hatalmas haszonra.
Csökken a foglalkoztatottság, nő az elvándorlás, kiürül a vidék, és már az indok is meg lesz arra, miért kell külföldi földtulajdonos, hiszen a magyar lakosság kivándorol. Hölgyeim és uraim, meg kell értenünk, a külföldi földtulajdon nem szakmai kérdés. Azt jelenti, külföldi kézben van az ország, föld nélkül pedig nincsen állam, föld nélkül nincsen ország, föld nélkül nincsen haza. Aki arra kíváncsi, mi történik olyan országgal, amely külföldi kézbe adja a saját földjét, az gondoljon végig a saját történelmünkön. Az első világháború előtt is voltak, akik felszólaltak, szóvá tették, hogy erdélyi és felvidéki földesurak kiszorítják a parasztságot a földről, és a haszon érdekében olcsóbb román és szláv parasztokat, munkásokat telepítenek be. Akkor ezeket az embereket lehuhogták, éppen úgy, ahogy most minket. Azután 1920-ban hitetlenkedve nézte végig az ország a trianoni országcsonkítást, most pedig június 4-én összetartozást játszunk, ahelyett, hogy megvédenénk a saját földünket és a saját érdekeinket. Kérem, gondoljanak bele, mit jelent a föld külföldi kézbeengedése. Rosszabbat, mint gyarmati sorsot, hazavesztést. Trianon befejezését, az anyaország elvesztését. Akinek a hazája elveszti a területét, az földön futóvá válik, és ez valamennyiünkre érvényes. Ne áltassuk magunkat, ne riadjunk vissza attól, hogy tudomásul vegyük, ez a következmény. De ennek nem kell így lennie. Ne engedjük magunkat félrevezetni az elkerülhetetlenséget ismételgető önfeladóktól. Az Európai Unió egy kísérlet, egy elgondolás. A moratórium azért hagyott átmeneti időt a közép-európai csatlakozó országoknak, hogy az elképzelt konvergencia a gazdasági kiegyenlítődés során a fizetések, a jövedelmek és a földárak körülbelül kiegyenlítődjenek a nyugat-európaiakkal. Tehát gazdasági oka volt a moratóriumnak. Azonban a terv nem egészen jól sikerült. Az euróövezet jóformán felbomlóban van. Az Európai Unió tartós és mély gazdasági és politikai válsággal küzd. Nyilván olvassák önök is, hogy egyre másra alakulnak pártok Nyugat-Európában, amelyek az unióból való kilépés célját tűzik a zászlajukra. A konvergencia pedig Közép-Európa és Nyugat-Európa között nem következett be, sőt Magyarország még jobban lecsúszott. Senkit nem lehet arra kötelezni, hogy önmagának ártson. Egy országot sem. Nem lehet minket arra kötelezni, hogy betartsunk egy számunkra végzetes következményekkel járó szerződést. Nincs az a szerződés, amit ne lehetne módosítani, főleg ha egyenlőtlen feltételekkel jött létre, és az egyik szerződő felet súlyosan hátrányos helyzetbe hozza. A szerződést módosítani lehet, és módosítani kell. A moratórium meghatározatlan időre való meghosszabbítását, a csatlakozási szerződés ennek megfelelő újratárgyalását kell kezdeményeznünk. A legjobb védelem a föld számára pedig az, hogyha kivesszük a forgalomképes tőkejavak közül, és nemzeti vagyonná nyilvánítjuk a vízzel és egyéb természeti kincseinkkel együtt. Erre lett volna mód korábban, de nem történt meg, tehát most kell megtennünk. A megszavazott törvényt is lehet módosítani, hiszen, ha a nemzet úgy akarja, hiszen az alaptörvényt is módosították jó néhányszor. Hölgyeim és uraim, a végén hagy mondjam el, vétkesek közt cinkos, aki néma, és nem hű a hazájához az, aki nem tesz érte. Minket katasztrófa fenyeget. Most az árvízről beszélünk, de amikor az árvíz elvonult, akkor eltakarítjuk a szemetet és felépítjük a romokat, de még mindig a saját hazánkban vagyunk. Az önként átadott földet, az országot nem fogjuk tudni békés úton visszaszerezni. Erre emlékezzenek mindig, amikor a külföldiek földszerzéséről hallanak. Mindenkinek kötelessége, hogy szóljon és tegyen ez ellen a földtörvény ellen. Minden magyarnak kötelessége, hogy felszólaljon a magyar föld védelmében, hogy tudassa a hatalommal, a magyarság nem engedi át a földet a nagybirtoknak és a külföldnek.
arra kérek minden magyart a Kárpát hazában, ne legyünk hazátlan gyávák. Elég volt, ne engedjünk, ne adjuk fel. Minden magyar összefogására van szükség, nem csak néhány szószólóra, mert ahogyan Vas Albert írja csodálatos Sztrájkolnak az égben című novellájában, idézem, a szabadság nem koldusok tarisznyájába való alamizsna. Meghalni érte dicsőség, az igaz. Azonban nem elég még ahhoz, hogy szabaddá tegye az életben maradottakat, ha azok nem vállalják a rájuk eső részt. Mert a szabadságot, magyarok, ki lehet vívni valahogy azzal, ha sokan meghalnak érte, de megőrizni csak akkor lehet, ha minden ember, aki életben maradt, élni is tud ám érette. Napról napra, kemény munkával, tiszta becsülettel. Mindössze hőseinek halála árán, ingyen kegyelemből még nem nyert szabadságot magának nép ezen a földön, és nem is fog soha. Isten óvja Magyarországot!